Sziasztok! Most kókuszból fogunk készíteni. Itt most 50 deka, vagyis fél kiló darált keksz, és 10 deka vaj. Ezt alaposan elkeverjük ebben a tálban. Ezeket az össze a hozzávalókat, mert jó alaposan összekeverjük. Ezeket a hozzávalókat szépen beledolgozzuk. Aztán kimérjünk majd 10 deka porcukrot. Ott az 100 g porcukrot. Mert nekem grammos mérlegem van. Na most akkor porcukor, ugye? Szépen főleltük. Akkor cukrot be. Aztán mérjük, hogy amíg 100 g nem lesz. Tehát akkor ki van szépen nézve a porcukor, erre most már nekünk nem lesz szükségünk ehhez a süteményhöz, mert félrerakjuk a porcukrot. Aztán mivel már hogy ideig eljutottunk, hogy a porcukor is belekerült, akkor hát még itt ugye a receptem szerint írná a vaníliás cukrot is, de hát igazán nem tudom, nem szoktam belerakni ugye egy csomag vaníliás cukrot, nem tudom. Akkor rakjuk bele a tejet. Tejből ugye abba körül az ég, hogy valami összefogja két deci tej, az annyi, mint 200 ml. Oké. Ezt beletöltjük szépen. Alaposan. Aztán nyújtjuk a
Hát nem tudom, szerintetek tegyek bele vaníliás cukrot. Túlságosan édes lesz. Elég ez így. Jó van. Kurum aromából is rakunk bele. Egyelőre csak úgy, hogy hát jó, belegyűjtöttem, csak az olyan maradt. Na mindegy. Na egyelőre egy részig beleintjük. Na most, akkor benne van keks, darátkeks, vaj, orcukor, vaníliás cukrot nem rakunk bele, kakaó, tej és rumaroma. És meg akkor kakaóból 2 evőkanálnyi. Összesen 2 evőkanál kakaó kell. Tehát kimérjük, hogy 1, 2, és akkor meg is kaptuk most egyenlőre. Ez eddig nagyon jól néz ki, hogy össze van rakva, gyönyörű, és most akkor ugye akkor nem teszünk bele vaníliás cukrot, még a titkos receptet belerakom, titkosan. Titkos recept szerint ez a titkos hozzávaló. Most csak eperlik vár van, de másfajta kőbele. Ez a titkos hozzávalót elárultam, ugye? És akkor meg tudják csinálni, bárki meg tudja csinálni. Csak azt nem állítottam, hogy mi állik már. Én mondtam, hogy most csak eper van. Ebből úgy másfél evőkanálnyit rakunk bele. Azt a többit félre rakunk. Aztán most már minden benne van. Szépen elkezdik összekavargatni. Alaposan összekavargatjuk. Tegnőnél még később lehet bele rakni, mert emlékezetem szerint, amikor mikor csináltam, akkor nem volt elég a tej, a recept szerinti tej, mert rakom majd még bele. Nyilvánvalóan kakaó is kevés volt, nem volt elég. Hát aztán ugye szépen összedolgozunk. A lényeg az, hogy itt amíg csak bírjuk, tehát amikor már málik szétfele, olyan száraz, akkor azért célszerű már tenni hozzá egy kevés tejet. De azért nem szabad túlságosan puhának lenni, mert akkor meg szétnyolodik az ember kezében a gyomkönyvet. És azt
ugye nem akarjuk, hogy szétnyomódjon. Na, most jut el az idő, rakunk bele egy kevés tejet. Aztán folytatjuk a kavargatást, az összegyúrást. Igen, megmondom az őszintén nektek, gyerekek, vagy mindenki fölöttek is, ugye nem sűrűn csinálok. De egyébként mindenhez használom a receptet, amit én megcsinálok neki gépen. Tehát, hogy biztos azt rakjam bele, még ha már kívülről fogom a receptet, akkor is. Akkor is meg szoktam nézni. Hát a kenyeret is, mindegy, a kenyérnek a receptet is meg szoktam nézni, hogy biztos azt kell belerakni, biztos annyit. Jó van. Azért nem úgy, mint amikor elsőre csinálja, de a jó Isten, most akkor ebből mennyit rakjak, hogy biztos annyi, akkor még egyszer letisztázott, hogy biztos annyi, akkor a mérleg is jó van, mert akkor még átváltott dekából. Gramra, meg akkor Isten tudja még miket csinál. Hát elsőre még nem sikerült a kérdésen semmi. Csak akkor, hogyha az ember nagyon egyszik. Hát kérek szépen titeket, hogy ez nagyon barna. Kellene még kakaó bele, meg még a maradék rumaroma. Majd később megkóstoljuk. De még nem hitt el az ideje neki. Hát akkor mit mondtunk? Lementjük be a maradék rumaromát. Ezt köbrítjük egy kis vízzel. Ezt a rumaromás üveget. Egy kevés vízzel. Aztán ezt is elrakjuk. Utána kakaó porbumé szórunk. Bele. Jártam egyszer nagyon régen, úgyhogy nem tudtam, hogy milyen régi lehet az a keksz. De nem volt otthon más, de lehet keksz. Az még a másik háznál volt, azt nem mondom, megnézem, hát ha jó, de úgy volt az jó, dobos volt, képzeljétek el. Az íze, a kókúgőme. Hát újra be kellett gyúrni, tehát a rumaromát azt azért raktam bele, hogy elvegye az ízét. Igyekeztem akkor, az azóta mindig csak is frisset. Csak is frisset szoktam. Mindig friss dörát képzett, és akkor az a biztos. Hát ahogy nézem, ez a sima kakó, akkor tényleg nem olyan. Akkor azon a jó bevált holland kakó volt.
azt tud színezni, az biztos. Be. Régen emlékszik gyerekkoromban. Hájjátok ki. Testvérem is csinálta a fókuszgolyót. Aztán ott gondolítottuk a fókuszgolyókat. Aztán mi akkor át, mert az túl nagy. Aztán kisebbet csináljunk. Hát kisebbet csináltunk. Akkor még nem olyan kicsit, mert az már túl kicsi. Aztán akkoriban úgy voltam vele, hogy jó van. Akkor megpróbálok alkalmazkodni, hogy valamiféleképpen jó legyen. Megfelelő legyen. Belegyűjtem. Nem volt panasz után. Jó csinál, fókuszgolyót. Na mondom, jó van. Ezt is megtanultam. Nem tudom, vélemény? Mennyire boldog? Vagy rakjuk én még bele kakaót. Valahol még van egy ugorom aroma, meg kéne keresni, mert az a biztos. Az a biztos, hogyha a gumaromának is érzik az illata, a díze. Akkor most nincsen, de még rakhatunk bele egy kanál likvárt. Nagyon jó vadonat vérte. Likvárosodott. De már látszik, hogy gépen használva. Na. Szépen beledolgozzuk ezt is. Utána pedig a hűtőbe.
most meg kell mosni a kezünket. Tehát akkor most megtisztítjuk a kezünket. Alaposan megmossuk, ne maradjon a tészta. Utána egy kis tálba lehet autókreszelni, a másik kis tálba meg lehet pakolni a gokugolyókat. Mindjárt mutatom, hogy hogy kell csinálni. Mondjuk egy ilyen kis tárba öntünk kókuszreszeléket, egy ekkorába pedig rakjuk a kókuszgolyókat. És akkor jónak is kell ennek így lennie. Tehát a kókuszreszelék. Beletődjük ebbe a kis tárgyal. Tépjünk a tésztába egy kisebb darabot, így láthatólag, így ekkorát, aztán utána így, mint a krumpli gombot, úgy meggurítjuk, aztán belerakjuk ide, és a lényeg, hogy amennyire elragad, nem kell aggódni, hogyha egy kicsikét puhább, mert amikor belesz tévaműtőbe, akkor a vaj, az majd jól meghűl, azt megkeményedik. Persze az idézőjelbe téve keményedik meg, mert ugye nem olyan lesz, mint a kőszikla. Közé gondolhatjátok. De gyönyörű példányok, kifejlett példányok, már kettő van belül. Itt. Ide van rakva. Aztán ebből lehet sokat csinálni, ugye? Ez a normál, az ahogy ez a fél kiló. Ilyen normál családnak elég is ez. Én úgy tudom, hogy ez 8 adagnak felel meg. El is tudom hinni, hogy azért 8-an már ennyibe egy bírnak. Azért nem nézik, előbb a lábát egy éjfény vagy a fülit, hanem neki kezdenek. És akkor ez így megy folyamatosan. Szörnyésző golyó, okuz golyók. Begolyózunk, aztán
felede szatát. Most már például, hogy úgy néztem, nem lesz elég a tál, ez az egy tál, mert akkor lehet nyugodtan elővenni a másikat is. Mert ettől könnyű lehet takarítani. Kósz leszelik, marad csak benne. Szépen hengergetjük, amíg el nem fogyunk a tészta. Aztán betesszük a hűtőbe, ott lehet tárolni. Ilyen 3-4 napig. Meg ugye ameddig bírja. Nyáron ugye minden étel kevesebb ideig bírja, mint télen, azt tudjuk, és most ugye nyári idő van. Aztán amikor kevesebbet bír, kevesebb ideig bírja a pókonyba. Na, íme a kész eredmény. Sajnos a kókuszreszelékem elfogyott, itt a tetején már kókusz nélkül. De nézzük, kókuszosak azok is gyönyörűek.